Monikát és zenekarát hallottuk, a zenekar tagjai név szerint Horváth Elemér, Csörgő Dániel és Horváth Richárd. Most pedig megkérlek, Marika és Elemér, hogy fáradjatok a színpadról ide a beszélgetős. Isten hozott titeket. Nagyon szépen köszönöm. Szeretettel üdvözlünk. Köszönjük szépen. Ezt a dalt is te írtad, Marika. Igen, ez így. Ha minden igaz, de ne szaladjunk ennyire előre, hanem valahogy menjünk egy kicsit vissza a módba. Teljesen természetes az, hogy egy Kossuth Díjas anyuka népszerű előadó művész, aki jelen esetben Bangó Margitnak a lánya, énekel? Úgy gondolom, hogy nem teljesen természetes, mert én nem gondoltam, hogy erre a pályára adom a fejemet, de így most már nagyon örülök neki. Marika, hogy kezdődött akkor ezek szerint a kedves férjeddel, aki zongorista és kiváló zenész, ugye nem csak a szerelem köt össze titeket, hanem a szakma. Ez így valahogy igaz. Így kell ezt csinálni. Ez így igaz. Annak idején minden sikeres férfi mellett áll egy nő, aki ugye koordinálja az otthoni dolgokat. Ez voltam én, és vagyok a mai napig is, de most egy picit felcserélődött a dolog, mert most ő került a hátam mögé. Elemér, hogyan indult ez el? Ez hogy alakult ki? Megpróbálom két mondatba elmondani. Én, mint zenész, mentem valahova dolgozni, és kellett egy énekesnő. Erdélybe mentünk, és kellett egy énekesnő. Se égen, se földön nem találtunk senkit. És akkor egyik kollégám mondja, hogy figyelj már ide, te Marika már velünk énekelt, hozd el a feleséget. És őre nem is gondoltál abszolút, első körben. Abszolút nem. És avval győzött meg, hogy azt mondta, hogy hát a Marikának is dupla lesz a fizetése. Mondom, akkor jön. Eladtak. És így kezdődött. És nehéz összehangolni? Vagy pedig éppen ezért könnyű, hogy együtt vagytok, hogy sikerül-e a családi téren is helyt állni? Az az igazság, hogy ha az ember jól tudja beosztani az idejét, ami vagy sikerül, vagy nem, akkor ez így teljesen jól van így. Nagyon jól tudunk együtt dolgozni, ugye a nap 24 órájából minimum 30-at töltünk együtt, és így akkor sokkal könnyebb, mert mindenki ismeri a másiknak a programját, és akkor így összehangoljuk a dolgokat. Hogyan születnek a dalok? Még annyit szeretnék hozzátenni az, hogy úgy sikerül ezt most már megoldani egy könnyebben, jóval. A gyerekeink már nagyok, és most már mi a magunk dolgát, kettőnk dolgát csináljuk. A gyerekekről is fogunk még beszélgetni, hogy ők merre és... Egyébként úgy születnek a dalok, de nem veszem el a szót a Marikától, úgy születnek a dalok, hogy odahaza például takarít, csinálja a házi munkát, a házi dolgokat, én bent vagyok a szobába, kimegyek hozzá, megnézem, hogy mit csinál, látom, hogy ír, dúdol, vesz föl valamit ebben a kézi felvevőbe, visszacsukom az ajtót rá, akkor tudom, hogy akkor most és születik. És utána együtt összedugjátok a fejeteket, és akkor aztán, amikor már megvan mondjuk rá egy szöveg, vagy pontosan tudod a dallamot, a szöveget, akkor együtt ezt össze kovácsoljátok? Igen, igen. Próba. Nálam ez úgy szokott működni, hogy hallom belül a dalt, a nem létező dalt. Lehet, hogy elég furcsának tűnik így első hallásra mások számára, de hallom belül a zenét, és már írom is, mert mindig kéznél van nálam otthon, minden szobában, helyiségben toll és papír, és már írom is rá a szöveget, és ne felejtsem, így akkor felveszem egy diktafonra, és akkor ez így megmarad. Mikor már körülbelül a fejemben már megvan a kép, akkor megyek Elemérhez, és akkor mondom, hogy én ezt most született, gyere nézzük meg, mit tudunk ebből csinálni, és mit tudunk ebből kihozni. Na, akkor ráfekszünk, és akkor együtt dolgozunk a számon. A gyerekek is bekapcsolódnak ebből a munkából? Őrülök, mit kell tudni? Kicsit avassatok be a családi életetet. Hát annyit tudunk mondani, hogy a gyerekeink igazából nem kapcsolódnak be először a munkába. Egyetlen egy fiam, aki most is itt van velünk. Zenélnek el, a baszgitáros, a Ricsike velünk. Ő majd később kapcsolódik be. Marikánál, ha megszületik a szöveg és a dallam, mind a kettőt ő csinálja teljesen egyedül.
a dallamot is, hiába én vagyok a zenész. És amikor ez megszületett, akkor jövök majd én, akkor próbálom meghangszerelni, próbáljuk megkeresni hozzá a kellemes jó tempót, ritmikát. És amikor ez már mind megvan, akkor majd utána jön a fiam is a gyakorlásba. Marika, mit szeretnétek átadni a zenétekkel? Neked mi az üzeneted a nézők felé? Itt is egy szép dalt hallottuk, van még esély, tehát mindenképpen valami reményteljes üzenetet véltem én felfedezni az előző dalban is. Hát hamarosan hallgathatunk egy másik dalt is. Igen, megpróbálom leírni az akkori érzéseimet, a akkori gondolataimat magamból adni egy picit, és mindenképpen szeretném, hogyha egy kicsit pozitív gondolkodásra sarkalná az embert, hogyha látszólag a dolgok nem úgy mennek, nem úgy működnek, mindig jön egy új nap és egy új esély, akár szerelemben, akár az életnek a bármely területére, úgy gondolom, hogy ez érvényes lehet. És nekünk ezen dolgozni kell, és ti aztán dolgoztok, mert hogy nyáron is sok-sok fellépés vár rátok, és nem csak Magyarországon, hanem például a Felvidéken is, és aztán, ha távolabbra tekintünk, akkor még egy ausztrál turné is vár rátok. Hát egy picit erről. Hát most azért veszem el a szót a Marikától, mert ez igazából az én területem. De ugye mindig kedvesen teszed. Nagyon, hát szeretném, mert még haza kell mennem. Az az én területem, hogy mikor, hova megyünk. Tényleg nagyon sokat megyünk Felvidékre. Többek között július 4-én is megyünk, először Aktelekre, utána megyünk át Szlovákiába. Július 25-én szintén megyünk Ipolykeszire, aztán augusztus 15-én Szalkára megyünk. Augusztus 29-én Dunaszerdahelyre megyünk, nagyon örülünk neki, hogy sokat megyünk Szlovákiába. Erdélybe is megyünk, Kézdivásárhelyen kezdünk, Marosvásárhely, Gyergyószentmiklós. És a télből pedig a nyárba repültök. És december, novemberre és decemberre van, úgy néz ki, egy meghívásunk Ausztráliába. A Claudia Rózsa nevű menedzserünk Melbourneben, és ő szervezi nekünk, hát eddig elég szépen halad azért a műsorok száma. És akkor? Melbourne-be kezdünk, Sydney, Canberra, Geelong, Wollongong, ezeken a helyeken. Nagyon már jó helyekre utaztok majd. Igen. Sok sikert kívánunk a fellépésekhez, és áruljátok el még azt, hogy most mit hallunk. Én azt tudom, hogy ennek a számnak a címe a jó és a rossz bennem. Így van. Tehát akkor ezt a számot hallgatjuk. Ez akkor egyértelmű, Vangó Marika énekel hamarosan és zenekarra. Kérlek, foglaljátok el a színpadunkat. Örömmel. És Jóska még addig üzenetekkel jön. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, és akkor legyen ez egy kis előzetes.